Jó? Wow. Hogy ez már szívesen. A szvácsi sár, szerintem ezt nem esszük meg. Oké. Okay. Az komoly gyerek. Azt igen. Jó, szóval kamion, csahottán kok mugra gondolnázom. Jó. Ez a pörkölt? Uh-huh. De nem piros.부스하겠다. 와, 장어 살도 저렇게 많이 들었어요? 와. 이게 대충 달라만 하는 게 필요 없어. 예수. 에스, 에스, 푸토 베르나. 아니면 되게 오라스 오네요. 아, 카포스타 레베스. 아하. Mázás káposztaleves. Tejföl van. Egy kis füstöl csülök. Annyi, szépen, hogy... Hogy tehát mindent fermentálnak. Viszont minden. De viszont ilyen íz, az viszont semmiben nem azért, érnek. Mert ők nem... Nem kenyérrel indítják. Nem az, hogy nem... Sajnál tudod, megindul jobban, meg sem anyadik hamarabb. Mert a kenyér miatt igen. Erősebb sav lesz benne. De hogy a szénhidrát táplálja a bacikat. Így van. És ezért gyorsabban elszaporodik. Dumplival is működik. Csak azt tudom, hogy ugye maga a fermentálás... Ezt egy kis füstölt szalonnával itt kell csinálni korábban egy ilyen magyar... Ami szengelni rázok hára. Húmmal mondja, páró hap szengelni. Szerinted komázni? Nem tejföl, hogy itt... Mindig azt hiszed, hogy csak gyomorom testről. Én ezért nem megyek el kivizsgáltatni magam. Amúgy jó. Jó, papa. Nem, de hát most javíts ki, de a fermentálás az, hogy adott baktérium mennyi ideig, meg mikor van jelen a folyamat alatt. És akkor látsz, hogy különböző. És hogy meg egyszerűen elszakadni. Amikor bármilyen közeget lesózol, az elég sok baktérium életét Füstölt szalonnal, meg ilyenek, hogy azért mennyire jó illeszteni ebbe is, illetve tejföl, füstölt szalonnal. Jó, jó. Jó, papa. Nem tudják, mi az a pörkölt? Nem. Nem? Lehet, meg tudod enni. Ezt egy kis füstölt szalonnával itt egy kell csinálni korábban egy ilyen magyar koreai fúziós konyhát, amúgy. Aha, tejföllel. Szerintem nem. Imádnák. Csak nem tudják a kifejezést, hogy pörkölt. Akkor is rosszul hívjuk a pörköltet. Egészség, srácok. Egészség. Szerintetek ezek az angolnák még nem rég éltek ott a medencébe? Én szerintem igen. Kicsó. Hogy csak szükség. Nem lehet pislognak, ezek így néznek. Hogy lehet, hogy mindenhol jó a rizs? Néztek, mint angolnak. De nem. Nem, de ez nagyon jó az a rizs. Jó. De nagyon jó az a rizs. Érdekes, hogy nem csípős a leves, nem? Most csak kicsit örülök neki. Most javíts ki, de a fermentálás az... az igazából... De nem kell... Nagyon sok, de várjál, nagyon sok baktériumnak a működés, és attól függ, a végeredmény az attól függ, hogy... Hogy adott baktérium mennyi ideig, amikor van jelen a folyamat alatt. És abból látszik különböző, hogy melyik újra eltakott, így van. Amikor bármilyen közeget lesózol, az elég sok baktérium, hogy lesz, hogy tanítatod. Már rendőrök a tábítomás, hogy nem makkó iszre. Sót, ezért ők el fognak tudni szaporodni. Ja, jó. Ezért ez a legegyszerűbb fermentálás. Ja. Térjünk vissza ide a levesre. Néhány nap kóra után. Nekem egy picit lapos egyébként. Nekem tehát tudjátok, mi helyezik mindenből? Meg az anyukám. Egy kis frissítő sav. Kürözó, kimcsiga hangzang itzanál. Szekomami bujokai, de mune, hangzang kimcsiga. Nekem ez egy picit, mindenhez képest, amit ettünk, ez egy picit ilyen lapos. Pont azért, hogy nincs benne ilyen durva csípősség. Meg még valami... Én mondom, nekem amúgy nem hiányzik belőle semmi, mert... De nekem nagyon fog hiányozni, amúgy, viccen kívül. Hozzászoktál? Figyelj. Nagyon szeretek
Ázsiában lenni egyébként. Megörülök egyébként, veletek tapasztaltam meg ezt az elmúlt pár napot. Igen, elég intenzív volt meg. Intenzív. Hát kaja, mert mi ezt csináltunk volna. Hát, mégis ezt csináltuk. Nem lesz jó, mint Szöul, de... Ma nem unatkoztam. Ma nem. Ez a horgászat, ez nem gondoltam, hogy izgalmas. Ilyen is tud lenni amúgy. És sem. Nagyon izgalmas volt. Hogy azért... De nekem ez nagyon közel állt a szívem, ez az a környék. De csak azért, mert pecáztam. Nyilván az is, hogy pecáztunk. Láttad egyébként ott, tehát végül egész esetleg, vagy egész nap itt De közelebb, hogy jó lenne családdal jönni, nem? Korába. Tök jó. Gyerekek? Gyerekek. Élvezni.